Szinte teljesen eredeti, 1911-ben épült állapotát nyerte vissza Nyíregyházán a Magyar Államkincstár Vármegyei Igazgatóságának helyet adó épülete. A létesítmény állaga az utóbbi években, évtizedekben jelentősen leromlott, ezért volt szükség arra, hogy azt kívül és belül is korszerűsítsék. 9 hónapig tartottak a munkálatok a Besenyei téren, az ügyintézés ugyanakkor ebben az időszakban is folyamatos volt az intézményben. A munkálatok magába foglalták az épület teljes homlokzatának felújítását, a homlokzati díszítményeinek rekonstrukcióját, a nyílászárók részbeni felújítását, a bádogos és díszmű elemek cseréjét, esetenkénti javítását. Emellett az alagsor felújítása is indokolt volt, melynek első ütemeként az épület külső határoló falai és a belső szerkezeti falak utólagos szigetelése történt meg, kisnyomású injektálással, megoldva ezzel a falak vizesedését. Nyíregyháza belvárosában az elmúlt években számos régi épületet újítottak fel, nagy részük ezeknek a Besenyei tér közelében valósult meg. Kovács Ferenc a város polgármestere arról beszélt, az önkormányzat számára fontos volt, hogy korszerűsítsék és esztétikusabbá tegyék a vármegye székhely központját. Épp 10 évvel ezelőtt, 2013-ban indítottuk egy programot, ami azt jelenti, hogy elsősorban a belvárosban a régi szép épületeink, akkor nagyon rossz állapotok voltak még, újuljanak meg, és hát nyilván az önkormányzat kezdte a saját tulajdonában lévő épületeit, de nagyon sokan csatlakoztak le, és a 10 évre feltette a koronát ennek az épületnek a felújítása. Én 50-ig számoltam, azóta nem számolom, tehát már 50 fölött vagyunk, és ez Nyíregyháza városképét nagyon-nagyon előnyösen befolyásolta. Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke elmondta, az országban számos irodájuk működik patinás régi banki épületekben, a Nyíregyházán működő regionális intézményt pedig az elsők között sikerült korszerűsíteni ezek közül. Én azt gondolom, hogy méltó módon lett helyreállítva, hiszen ez egy 1911-ben épült bankként funkcionál épület, és nyilván a Magyar Államkincstár, mint a magyar költségvetés pénzügyi lebonyolítója is végez olyan tevékenységet, például állampapírértékesítés, aminek kifejezetten egy méltó reprezentáns épületbe van az elhelyezése. Nagyon fontosnak tartjuk a kincstár vezetése, hogy a dolgozók is, ahogy az ügyfelek jól érezzék magukat egy épületben, ugyanúgy nyilván azok a dolgozók, akik a napi 8, akár 10 órát töltik, azok megfelelő körülmények között legyenek. Ez egy nagyon fontos lépcső a államkincstár életében, és szeretnénk ezt tovább folytatni. A Magyar Államkincstár felújított épületében az állampapír és államháztartási iroda, valamint a számlavezetési és értékkezelési osztály munkatársai végzik munkájukat.